Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök sportmagazinunk eheti adását látják. Megkezdte a bajnokságot a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Első ellenfele a Siófok gárdája volt. Bula Tanita 15 gólt dobott, Trifágnes remekül védett, de a végén sajnos a vendégek ünnepelhettek. Radulovics Bojana elárverezett mezét a mérkőzés előtt Dunaújváros önkormányzata nevében Cserna Gábor polgármester vette át. A befolyt összegből az akadémia súlyos betegséggel küzdő ifi játékosát Horváth Nikit támogatja. Bár a Kohász kezdett jobban, hamar fordítani tudott a nyáron komolyan megerősített Siófok alakulata. A lendületes találkozón igen kiegyenlített volt a küzdelem, végül azonban a balatonpartiak vihették haza a két pontot. A találkozót Máté Fieszter értékelte. Döntő momentumokban nagyon sokat hibázott a csapat. Nagyon sok technikai hibát vétettünk, 16-ot szám szerint, valamint 8 indításgólt kaptunk hazai pályán, és ez mind a saját hibáinkból, tehát eladott labdák, kiejtett labdák, és ezt az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Mondhatjuk, hogy egy nagyon jó ellenfelet kaptatok ki? Ez így van, ezt tudtuk előre is, hogy már a felkészülés alatt lehetett látni, hogy ez a Siófok nagyon sokat erősödött. Tehát tavaly sem volt egy gyenge csapat, ahhoz képest nagyon sokat erősödött. Két olyan világklasszist igazoltak, vagy klasszist, világbajnokot inkább úgy korrigálnék, akik egymaguk is képesek eldönteni egy-egy mérkőzést. És az volt a gond, hogy döntő szituációkban, például első félidő végén, 3 gólos vezetésnél, 1 perccel a vége előtt eladtunk 3 labdát, és ebből indult az ellenfél, plusz egy 2 perces kiállítás, tehát ha győzni akarunk, ezek a hibákat nem kivethetjük el. Úgy érzem, hogy óriási tanulságokat vontál le? Igen, csak nagy árat fizettünk, mert a 2 pontot sajnos nem tudtuk itthon tartani, tehát a játékunkon azért még rengeteget kell pontosítanunk. Én úgy gondolom, a lányok is majd, ha leülünk, megnézzük a mérkőzést, akkor majd meglátják, hogy ez kevés, ennél azért több kell ahhoz, hogy egy ilyen jó képességű csapatot legyőzzünk. Egyébként is nagy az ár, hiszen van 2 komoly sérült. Én legalábbis annak gondolom. Igen, a Gerasimi sérülése, nem tudom pontosan mi történt, még pontos diagnózist nem tudok, de úgy hallottam, hogy eléggé megsérült. De én nagyon bízom be, hát igen, meg a Rátimi már alapból kiesett, nagyon hiányzott a védekezésünkből. De hozzáteszem, egy nagyon jó csapat győzött le bennünket, aki a döntő pillanatokban higgadtabb tudott maradni, mint mi. Vlagyimir Golovin, a Siófok vezetőedzője elmondta, a céljuk a legjobb 4 közé jutás. Az első mérkőzés az valamilyen szinten görcsös alakult. A küzdelemről nem beszélünk, az kiváló volt, de más mérkőzéseken más kell. Egy kicsit lossóbbak voltunk a támadásban, és a furcsálom is, nem tudtam, hogy mi most igazából, de szerintem az a rajt izgalom az volt bennünk, jobban tudunk játszani. Fantasztikus közönséget hoztál magaddal. Igen, ő nélkülük sem sikerült volna. De már itt a tapasztalatunk a Magyar Kupában tavaly egy szektorunk volt, azt ugyanolyan hangulatot varázsoltak, és itt a Dunajvárosban is szinte őket lehet hallani. Trifo Ágnes a Kohász új hálóőre kiváló formában védett, mint mondta, a küzdéssel és a lelkesedéssel nem volt probléma. Hangsúlyozta, csak egy kicsi hiányzott, hogy a dunaújvárosiak a maguk oldalára billentsék a mérleg nyelvét. Kicsi hiányzott, hogy átbillenjünk. Tehát a labdát szereztünk, biztos, hogy nem hozzánk pattant a labda. Ha kiesett a kezünkbe a labda, tudja, hogy a lábunkra esett. Tehát ezek ilyen nüansznyi dolgok, de nagyon sok dolog, és ugye ebből nagyon sok kontraindítást kaptunk. És igazándiból azt szokták mondani a nagy edzők, hogyha megnézed azt, hogy lerohanásgólt, te mennyit lősz, meg mennyit kapsz, akkor általában ott van a különbsége. Igazándiból mi most kaptunk 8 lerohanásgólt, ahhoz képest kikaptunk 2 góllal, tehát úgy gondolom, hogy tényleg tehát a küzdésen nem volt gond, de valami úgy hiányzott. Talán az összecsiszolatlanság is még hiányzik, de nagyon remélem, hogy ezt majd lezárjuk és megyünk tovább. Volt egy kis szőke kékszemű a kapuban, aki azért bravúrokat csinált egymás után. Az, hogy a 8 lerohanásról nem volt 8 vagy 9 gól, azt neked köszönjük. Nehéz helyzetben voltál? Igazándiból ilyenkor én nem szoktam mérlegelni, hogy most nehéz helyzet, ami jön a kapura, próbálom megfogni. Tényleg próbáltam minden labdára, amit tudtam megfogni és kivédeni. Igazándiból én ilyeneken nem szoktam meccs közben gondolkozni. Azért vagyok itt, hogy segítségre legyek a csapatnak, és hasznos tagja legyek. Hát
megpróbálok meccse-meccse ennek megfelelni. Azt olvassuk az újságokban, hogy a vendég Siófok emberesen megerősödött a nyáron. Igazat írnak? Igen, úgy gondolom mindenféleképpen azért BL bajnokságba edződött játékosokat igazoltak. Azért az, aki játszott már BL-be, itt is azért a Dett is tud erről mesélni, vagy akár a Bulatanita is. Tehát ez egy más közeg, az egy más tempó, teljesen más meccsek vannak, mint akár a bajnokságban, és nem azért, mert tehát a magyar bajnokság is egy erős bajnokság. És úgy gondolom, hogy emellé ugye azért vannak olyan játékosaik, akik nagyon jól képzett játékosok, és még hogyha gólban lehet, hogy mondjuk a Nino Wörz nem lőtt 8 gólt, de adott 8 olyan húzás, vagy olyan tempópassz mondjuk a Bogdanovics Annának, vagy a szélre, vagy bárhova, amivel kiszolgálta a társait, és úgy gondolom, hogy igenis mindenféleképpen megerősödött a Siófok a tavalyi évhez képest. A Siófok elleni hazai vereséget követően vasárnap idegenben lépett pályára a DKK. A Moson-Magyaróvár elleni találkozón a Kohászból továbbra is hiányzott Meckler Rádl Tímea, valamint Gera Simonetta, de a Siófok ellen megsérült Bulat Anita tudta vállalni a játékot. A vendégek remekül kezdték a találkozót és magabiztos játékkal, már az első játékrész végén 4 gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. A második félidőben viszont beragadtak Ferningék, közel 10 percig nem szereztek gólt, így a hazaiak egy találatra feljöttek, mi több, az 54. percben egalizálni tudott a Moson-Magyaróvár. Ezt követően előbb Kamper, majd Bulat is betalált, így végül a dunaújvárosiak 22-21-re megnyerték a mérkőzést és megszerezték első győzelmüket az idei bajnokságban. Legutóbbi mérkőzésük értékeléséről, az átigazolásokról, valamint az MTK elleni felkészülésről tartott sajtótájékoztatót a Dunaújváros Pase. Az eseményen bemutatták egyik új középpályásukat, a szlovén Timotej Dodleket, valamint szó esett az esetleges pontlevonásról is. Az első napirendi pontunk. A győri Eto FC elleni mérkőzés értékelésével kezdődött a Dunaújváros Pase keddi sajtótájékoztatója. A vasárnapi mérkőzés a győriek 4-3-as győzelmével zárult, így együttesünknek nem sikerült pontot szereznie a találkozón. Dobos Barna sportigazgató szerint a vereséget a második félidőben elkövetett védekezési hibák okozták. Ezeket mindenképpen korrigálnunk kell, hogy egy ilyen magyar élcsapat ellen is pontot tudjunk, vagy pontokat tudjunk szerezni idegenben. Nehéz bármi mást mondani a találkozóról, hiszen 10 emberrel játszottuk végig, mondhatom azt szinte, az egész mérkőzést. A sajtótájékoztató a legújabb átigazolások ismertetésével folytatódott. Szárszó Lajos, a csapat kommunikációs munkatársa elmondta, 4 játékost kölcsönöznek MB2-es és MB3-as együtteseknek, így Kocsis Gábor a csákvári, Galambos Ádám a szolnoki, Tóth Tibor és Hajdok Gábor pedig a bölcskei csapatban lép pályára az elkövetkezendő egy évben. Továbbá Urbin Péter, a Dunaújváros Pase egykori támadója, ezentúl a másodosztályban szereplő Szolnok gárdája. Olyan játékosokról van szó egyik része, akik fiatalok, és szeretnénk, hogyha minél többet játszanának, és erősödnének, és a későbbiekben pedig remélhetőleg akár itt a felnőtt csapatban is meghatározó szerepet tudnak majd betölteni. Az Urbin Peti esetében pedig közös megegyezéssel meghoztuk ezt a döntést, és hát sok sikert kívánok, és a másik azt, hogy nagyon köszönjük, hogy az eddigiekben segítette itt az egyesületet. Azonban Dobos Barna csapata is bővült 2 játékossal. A 2014-15-ös idény hátra lévő részében a Diós Győr középpályása, Nikházi Márk is a dunaújvárosiak között futballozik majd. Valamint bemutatták az újonnan leigazolt szlovén játékost, Timotej Dodleket is. A fiatal futballista elmondta, jónak tartja a magyar első osztályt, és örül annak, hogy ő is részese lehet. I know a few players who play here. Ismerek néhány játékost, akik itt játszanak a magyar bajnokságban. Ők azt mondták, hogy nagyon nehéz, és Szlovéniában több jó csapat van, de örülök, hogy itt lehetek, szerintem jól fogom érezni magam. Nagyon jó számunkra, hogy a középpályát, illetve a támadó játékunkat tovább tudjuk erősíteni. A Timotej személyben reméljük még a védekezés is mellette erősödni fog,
és bízom benne, hogy mindkét játékos sikeres lesz itt, és az egyesületünk is, úgymond a csapatunk is ő általuk tovább erősödik. Ezen kívül szóba került még a közeledő MTK elleni ligakupa mérkőzésre való felkészülés, valamint a sajtótájékoztató végén Dobos Barna a bepótolt Ferencváros elleni találkozó kapcsán felmerült esetleges pontlevonás ügyét is említette. Az új igazolásainkról van szó, hiszen egy új időpontban játszottunk. Itt arról van szó, hogy játszhattak-e ezen a mérkőzésen, vagy nem. Előfordulhat, hogy elkövettünk egy ilyen technikai hibát. Megvárjuk a határozatot, és abból fogjuk tudni, hogy a szövetség mit dönt majd. A dunaújvárosi sportigazgató kiemelte, az esettel kapcsolatban még a Magyar Labdarúgó Szövetség döntését várják. A Dunaferese két birkózója is részt vett a Belgrádban megrendezett veterán világbajnokságon. Pap Gyula ezüstérmet, míg Mátyás Gábor bronzot szerzett a viadalon. Pap Gyula a 35-40 évesek 130 kg-os mezőnyében a második helyet szerezte meg. A Dunaferese versenyzője első mérkőzésén a későbbi győztestől kapott ki, majd 3-0 arányban legyőzte iráni ellenfelét. A délutáni mérkőzésen a tavalyi világbajnok grúz birkózott múlt a felül 4-0-ás vezetés után leléptetéssel. Most már 3 éve készültem arra, hogy végre dobogós helyen végezzek, aztán most idén sikerült. Mindig egy kicsi hiányzott ahhoz, hogy a dobogóra felkerülje, és most nagyon jól sikerült, hál' Istennek ez a verseny, így a második helyet sikerült megszereznem. Előtte voltak ugye felkészülési versenyek, magyar bajnokság, ahol a magyar bajnokság azért nem a várható legjobb eredménnyel zárult, mert ott is csak második tudtam lenni, és akkor rá kellett kapcsolnom, hogy még nagyobb erővel készüljek erre a versenyre, de úgy gondolom, hogy jól sikerült, nagyon kevésen múlt az első hely. Talán, hogyha nem az első meccsemet vesztem el, akkor megvan az első hely is. Mennyire vagy megelégedve a teljesítményeddel? Hát, mint sportoló azt mondom, hogy nem vagyok vele megelégedve, mint magánember azt mondom, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Lehetett volna jobb azért. Az a pici plusz kellett volna hozzá az első meccsen, ami valamiért nem jött ki. De. Mi okozta a legnagyobb nehézséget ennél a meccsnél? Mi az, ami nem tudtál tovább lépni, úgymond? Hát talán a várakozás. Ugye úgy mentünk ki, hogy verseny előtt én már kint voltam 3 nappal, és hosszú volt a várakozás. És láttam a többieket, hogy versenyeznek, jó eredmények születtek, és drukkoltam nekik, és ez így átrogat rám, ez a versenydruk. És talán ez az első meccsre rárakta a bélyegét. Hát ebből is lehetett tanulni, hogy egy kicsit távolabb kell lenni ilyenkor a többiektől, hogy ne ragadjon át ez az emberre. Egy kicsit ehhez kapcsolódik az is, amit Gábor mondott, hogy ő azt mondta, hogy úgy véli, hogy ez talán a legnehezebb, hogy önmagát küzdje le elsősorban az ember. Ez neked mekkora nehézséget okoz, hogy tényleg csak a meccsre tudják koncentrálni? Hát ez a legnagyobb kihívás, ez tény és való. Ha fejbe el tudod dönteni, hogy képes vagy rá, akkor képes vagy rá, ha nem, és sok ha megjelenik, ha így, ha úgy, ha amúgy, akkor már egy bizonyos vesztes pozícióba kerülsz, amit ott abban a szituációban szerintem a legnehezebb leküzdeni. És akkor gondolom, nem az első bajnokság, és nem az első érem és szép eredmény. Ez mitől különleges a többi között? Hát a különlegessége abban rejlik, hogy az utolsó meccsemet, amit ahogy a második helyért birkóztam, a tavalyi világbajnokot kellett megvernem, és ez nagyon nagy elégtétel volt nekem, hogy meg tudtam verni, mert tavaly úgy éreztem, hogy képes lennék rá, hogy megverjem, és mégsem jött össze. És az ott egy csalódás volt, és most elégtétel tudtam tőle venni, és egy világbajnokot megverni az mindig nagy kihívás. Köszönöm!
Ezek a képek Mátyás Gábor bronzmérkőzésén készültek. A birkózó szakosztály szakmai igazgatója a B-kor csoport 69 kg-os súlycsoportjában versenyzett, és 8-1-es arányú pontozásos győzelemmel felülmúlt a norvég ellenfelét. Nagyon nagy birkózó hatalmak nagy számban képviseltették magukat, Oroszország, Irán, Egyesült Államok, Mongólia, Japán, Grúzia, Azerbajdzsán, skandináv államok, Olaszország, tehát nagyon sok ország ott volt ezen a versenyen, és hát azt kell, hogy mondjam, az utóbbi évek egyik legerősebb versenye volt. Évről évre egyre jobb szokott lenni ez a verseny, de most az indulók létszámát és a minőséget tekintve is egy olyan színvonalú verseny volt. Innen Dunajvárosból ketten indultunk el a Dunaferességből, Pap Gyula az a korcsoport 130 kilós kategóriájába versenyzett, jó magam pedig a B-korcsoport 69 kg-os kategóriájában. Milyen eredményeket sikerült elérni? Hát úgy utaztunk ki erre a versenyre, hogy mindenféleképpen érmet szerettünk volna nyerni, és hát ez a vágyunk teljesült mind a kettőnknek. Alapjavéve jól sikerült a verseny, én a harmadik helyen végeztem, annak külön örülök, hogy a vereségemet azt gyakorlatilag, hát nem örülök, de attól a horvát versenyzőtől gyűjtöttem be, aki végül is világbajnok lett. A harmadik helyért viszont egy olyan versenyzőt vertem meg, akivel eddig egy-egyre álltunk, és a tavalyi világbajnokságon a bronzmérkőzésen ő nyert ellenem. Most visszavágtam neki, ez nagyon-nagyon nagy örömet okozott számomra. Pap Gyula viszont hatalmasat küzdött. Az első mérkőzésen szintén a világbajnoktól kapott ki, aki a mostani világbajnokságon első lett. Második mérkőzésén nagyon jó taktikával fölépítve egy iráni versenyzőt vert meg, és a délutáni döntős programban viszont elég kemény ellenfelet kapott, hiszen a tavalyi világbajnok volt az ellenfele, egy grúz versenyző. Megbeszéltük a taktikát, Gyula betartotta, és hát a végül is 4-0-ás vezetésnél a ellenfelét leléptették, és így ezüstérmet szerzett ezen a világbajnokságon, ami azt gondolom mindenféleképpen nagyon-nagyon szép eredmény. A 2014. évi veterán birkózó világbajnokságot 2014. augusztus 25 és szeptember 1-e között rendezték meg Belgrádban. A magyar csapat tagjaként a Dunaferese birkózó szakosztályából két versenyző lépett szőnyegre, a dunaújvárosiak így két éremmel zárták a világbajnokságot. Szerkesztőségünk egyik tagja ezúttal a röplabdázás rejtelmeiben nyert bepillantást. Ebben a Dunaferese röplabda szakosztálya segítette. A Dávid nem úgy használják, hogy majdnem minden sportákba bemennek, és akkor egy edzésen részt vesz a Dávid, és bemutatja az adott sportágat. Úgyhogy most a röplabda van soron. A múlt héten a 2014-es évben a hónap műhelye címet egyszer már elnyerő Dunaferese röplabda szakosztályánál jártam. Az edzés a sorakozóval, majd a heti edzésprogram ismertetésével indult. Hittől P9-ig itt. Ezt követően elosztották a csapatokat, ki hol fog edzeni. Én a felnőtt együtteshez kerültem, ahol a magam 183 centiével törpének számítottam. Végül gimnasztikával kezdtük a bemelegítést. Ezt követően 5 kilós medicin labdákkal folytattuk a bemelegítést. Legukor, felemeli az 5 kilós labdát. Mindig arra fordítod a minisztakarat, hogy a labdás bemelegítést követően áttértünk az erőnléti gyakorlatokra. Tomanóci Tibor vezetőedző hangsúlyozta, a hosszú, fárasztó ráhangolódásra azért van szükség, hogy a játékosok a fizikai fáradtság ellenére is maximálisan koncentráljanak a feladatukra. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen.
Még mindig a bemelegítés részeként a különböző ütésfajtákat gyakorolták a többiek, míg én az alapokkal ismerkedtem. A sarkad érkezik be először, befele, befele, és ebből ütöttük. Edzés végén néhány labdamenet erejéig megmutathattam, mit sikerült, illetve mi az, amit nem sikerült elsajátítani a röplabdázás fortéjaiból. Első röplabda edzésen, és megmondom őszintén, hát nem mostanában éreztem olyan fájdalmat az alkaromba, illetve a tenyerembe, mint amit most érzek így edzés után. Valami egészen elképesztő mozgás koordinációt igényel az, ahogy ilyen professzionális szinten üzzük ezt a sportot, viszont időtöltésnek, illetve ahhoz, hogy az erőt és az állóképességet javítsuk, arra mindenképpen jó, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen próbálja ki. Ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!